Jó napot kívánok! Köszöntöm a nézőket! Jelen pillanatban a Kőművészet Kft. Piliszentiváni kőfaragó üzemében vagyunk. Itt fogjuk most megnézni az Egri Bazilika liturgikus elemeinek a gyártását. Menjünk is, nézzük meg! Itt vannak a liturgikus elemek, ugye az oltárasztal, a talpával és az ambó. Egy kollega éppen a konzoloknak az aranyozását végzi, nézzük meg közelebbről. Itt egy gyönyörűen kifaragott kőkonzol, ez egy nagyon jó minőségű mészkőből készült, nagyon szépen mívesen ki van faragva, és a bazilikában lévő eredeti konzolokhoz hasonlóan ki lesz aranyozva. A mélyedésekbe kerül az arany, aminél előbb előkészítettem a felületet, egy Mixtion nevű anyagba ragasztjuk bele az aranyat, körülbelül 3 óra várakozási idő után lehet az aranyat rávinni. Ez úgynevezett transfer arany. Ez a normál aranyfüsttől annyiba különbözik, hogy ilyen vékony papír lapra van felaplikálva, és ezzel könnyebb dolgozni, mert ugye az aranyfüst, a normál, az hát a legkisebb légáramlat hatására elkezd szállni meg repkedni. Ezt viszont szinte mint egy matricát, ha oda nyomja az ember az előkészített felületre, akkor gyönyörűen átragad rá. Ez a folyamat zajlik most itt. Ecsettel így beletunkolom, hogy a kis morzsát is beleragadjanak. Tehát a folyamat az úgy zajlik, hogy felviszem az aranylapot az aranyozandó felületre, úgy, mint ahogy itt látjuk, de ugye itt még vannak ilyen kis sorjái, vagy ilyen kis lebegő részletek. Ezeket következő nap, amikor ez már megszikkadt, meg megkeményedett az alapozó, akkor szépen egy ilyen finomabb szőrű ecsettel belesöpröm egy dobozkába, mert azokat a morzsákat is még lehet hasznosítani. A kis zugokba, ahová nem jutott esetleg be, nem hajlott be úgy a lap, oda ezt be lehet söpörni, és akkor az ecsettel szépen rá simogatja az ember. Most itt megmutatom, nem várom meg az egy napot, de így lehet ezt szépen. Na most ahol túlszaladt egy kicsit, ott pedig azt le, egy éles ilyen kis vésővel le túrom azokat a túlszaladt részeket, és akkor csak a kontúrokon belül marad az aranyból. Jelen pillanatban az Egri Bazilika liturgikus elemeinek a gyártását végezzük. Körülbelül 98-99%-os készültségen állunk. Itt látható az oltárasztal, az oldalai gyönyörű szépen meg vannak faragva, a szószékről levett minták alapján ki van aranyozva. Ez maga az asztal. Láthatóak asztal alatt lévő konzolok, jelen pillanatban alapozva. Láthatóak az alsó talpkövek már az összeépítéshez előkészítve a rozsdamentes acél csapokkal.
két oldalsó láb, az egyik konzolt beillesztettem a helyére, hogy látszódjon a precíz illesztése. A finom részletek jól láthatóak a faragásnál. Egy apró rozsdamentes csap tartja a konzolt, mindegyik meg van számozva, mindegyiknek megvan a helye, hova kerül. Az oltárasztal tetején látható az erekje tartó, ami már elkészült, ki van vésve, ki van aranyozva. Itt most bemutatom, hogy hogyan lehet majd kinyitni, mennyire precíz az illesztése. És itt lesz majd elhelyezve az erekje, majd bezárva. Ennyi az egész mozdulat. A nagy tömbkőből táblákat vágtunk, utána a táblák érkeznek ezekre a számítógépvezérelt gépekre, ez teljesen automatikusan mozog, és marja azt a profilt, amit mi betápláltunk egy tervező program segítségével. Az EGRI bazilikához a tervező határozott kérésére az eredeti szószék kő alapanyagát megkerestük, ez Brács szigetén egy pucsiscsei kőbányából származik, és onnan hoztuk be. Nagyon érdekes, hogy ebben a korszakban, amikor épült a bazilika, akkor igyekeztek a Nagy Magyarország területéről származó kő alapanyagokat használni. Tehát itt látható maga az alapanyag szépen megcsiszolva. Nagyon érdekes, hogy mind a EGRI bazilika oltára, mind a Nemzeti Bank főlépcsőháza ugyanabból a mészkőből van, ebből a pucsiscsei Veselje Unita elnevezésű mészkő alapanyagból. Miután az elemek elkészültek néhány napon belül, utána az oltárasztalt egy speciális ládába fogjuk elhelyezni, és ezzel fogjuk elszállítani a helyszínre. A beemelés úgy fog történni, hogy a fő bejáraton fogjuk beszállítani, egy darúval beemeljük a bejáraton, és végigvisszük a bazilika északi mellékhajóján, és úgy érkezünk el a beépítés végső helyszínére. Ott egy speciális darúval, amely képes bemenni az oldalajtón, az gumilánctalpas minidaru, oda fog állni, kinyitja magát benne a bazilikában, és ennek a segítségével fogjuk összeépíteni az oltárt. Ugye kezdjük a talp elemmel, ennek az oldalsó köveivel, majd legvégül ráhelyezzük az oltárasztalt. Az oltárasztal mellett lesz az ambó. Ambónak itt a talp köve, ezt fogjuk elhelyezni, és az oldalsó elemeit láthatjuk már szépen megmunkálva, ezeket a vájatokat, ezeket a úgynevezett kannelúrákat már elkészítettük, megdolgoztuk, láthatóak a élmegmunkálások, az acélcsapoknak a furatai, teljesen elő van készítve az összeépítésre. Remélhetőleg egy pár nap múlva már a bazilikában összeépítve is megtekinthetjük.